Sziasztok, kedves barátaim! Lilasukadász vagyok Krisnövőgyből. A mai bejelentkezésemnek a címe: A gondolat hatalma. Mindannyiunk fejében van egy belső dialógus. És attól függően, hogy ez a belső dialógus milyen minőségű, mi a tartalma, akkor érezhetjük magunkat jól is, és érezhetjük magunkat rosszul is, vagy kevésbé jól. És arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni ezt a belső dialógust. De még mielőtt ebbe belemennék, szeretnék elmesélni egy történetet, amely, szín... amely megmutatja, hogy milyen, hatalma van a gondolatnak. Az egyik barátom, Jajdaiv Prabhu, Angliába lakik, nagyon híres zenész, és szokott iskolákba járni és oktatni gyerekeket a Krishna tudatról, és szokta nekik tanítani, hogy milyen hatalma van az elmének. És azt a kísérletet szokta velük csinálni, hogy megkérdezi a osztályból, hogy ki a legerősebb fiú ebben az osztályban. És valamelyik fiú bevállalja, hogy ő a legerősebb, kiküldi az osztályból a legerősebb fiút. És a többieknek mondja, hogy mindenki arra gondoljon, hogy ez a fiú nagyon-nagyon erős. És akkor a gyerekek erre fognak gondolni, visszahívja a fiút. És akkor mondja a fiúnak, hogy mi a feladat. Az lesz a feladat, hogy tedd ki a karjaidat, feszíts meg az izmaidat, én próbálom legyomni a karodat, ne engedd. És megfeszíti az izmait, és próbálja lenyomni egy kézzel, két kézzel, és nem sikerül neki. És akkor megtapsolják a legerősebb fiút, hogy milyen nagyon erős. Következő, nincs vége még a feladatnak, kiküldi megint a fiút. És akkor mondja most a többieknek, hogy most mindenki arra gondoljon, hogy ő nagyon-nagyon gyenge. Visszahívják a fiút. A feladat ugyanaz. Tedd ki a kezedet, feszíts meg az izmaidat, én próbálom lenyomni, ne enged. És akkor megfeszíti, és egy kézzel jóval könnyebben sikerül neki lenyomni a karját. És akkor a fiú teljesen meg van zavarodva. Én ugyanaz vagyok, ő ugyanaz, ugyanaz volt a feladat, most sikerült neki lenyomni a karomat, előbb pedig nem sikerült. Mi történt? Mindenki tudja a megoldást, csak ő nem. A különbség az az volt, hogy a körülötte lévők hogyan gondolkodtak róla. És hatással volt rá. Ugyanúgy ránk is hatással vannak a gondolataink. Nem, mindig, nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk, nem mindegy, hogy pozitívan vagy negatívan gondolkodunk, hogy állunk hozzá saját magunkhoz, hogy állunk hozzá másokhoz, mert van hatása, háromféleképpen tudunk cselekedni gondolatainkkal, szavainkkal és a tetteinkkel. És ez a három összefügg és nagyon fontos, hogy ellenőrizzük időnként a gondolatainkat, a belső dialógusunkat, hogy ez összhangban van-e az akaratunkkal, mert hogyha nincs összhangban, akkor gátol minket, akkor akadályoz bennünket abban, amit szeretnénk elérni. És javaslom neked, hogy időnként ellenőrizd. Próbálj a megfigyelő szempontjából nézni a fejedbe elhangzó dialógusokra, mint hogyha csak egy hallgató lennél, mint hogyha csak egy megfigyelő lennél, hogy mi zajlik ott éppen. Mert amikor benne vagyunk az eseményekbe, és sodornak minket az események, akkor hogyha jó irányba mennek, akkor örülünk, hogyha rossz irányba mennek, akkor nem annyira örülünk, akkor szomorúak vagyunk. De ezen lehet változtatni azáltal, hogy változtatunk a belső dialóguson. És az első lépés, hogy próbáljuk megfigyelni, hogy Éppen mi zajlik a fejünkben, és amikor látjuk, amikor halljuk, hogy mi zajlik a fejünkben, akkor kell nekünk egy terv, hogy akkor mire akarjuk ezt átváltoztatni. És úgy lehet cserélni a belső dialógust, hogy meg kell kérdőjelezni azt, ami a gondolatainkban van, meg kell kérdőjelezni azt a ami a fejünkben van, hogy ezt akarjuk-e igazából, ez jó-e nekem igazából, mi lesz ennek a hatása, hogy én így gondolkodok ezentúl. Ez a fajta gondolkodásmód segíti-e azt, amit el szeretnék érni? És hogyha a választ nem, akkor próbálunk kell lecserélni. Hogyan tudjuk lecserélni? Ugyanúgy, hogyha veszünk egy mély levegőt, számolunk ötig, 5, 4, 3, 2, 1, és elhatározzuk, hogy elfogjuk, le fogjuk cserélni az elménk tartalmát azáltal, az, az hogy próbálunk a megfelelő forrásból hallani. És ezt nagyon jól meg tudjátok csinálni most ebbe az időszakban, hogyha olvassátok a Bhagavad Gita -t. A Bhagavad Gita az abszolút igazságról szól, öt témája van, az abszolút igazság, a legfelsőbb személy, az örök élőlény, az anyagi természet, az örök idő és az ideiglenes karma. Ez az öt témája. És hogyha hallunk rendszeresen az abszolút igazságról, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk, hogy van egy kapcsolatunk a legfelsőbb személlyel, akkor a negatív gondolatok akkor fognak csökkenni és csökkenni, mert az elmének három funkciója van, gondolkodás, érzés, akarat. Ahogy gondolkodunk, akkor olyan érzelmeink lesznek, ahogy érezzük magunkat, akkor úgy akarunk majd cselekedni. És a gondolatainkat úgy tudjuk befolyásolni, hogyha hallunk a megfelelő forrásból. És akkor azt javaslom neked ebben az időszakban, most lehet, hogy te is otthon vagy, hogy akkor olvasd a Bhagavad gita hallgasd a Szennevet, hallgasd a Hare Krishna Mantrát, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. És így le tudod cserélni sikeresen az elmét tartalmát, és akkor tudsz abba az irányba menni, ahova igazából szeretnél. Úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmedet, ami az én fejembe van most, hogy hiányoztok, remélem, hogy újra tudunk találkozni, és kérlek, addig se felejtsetek el engem se, és Krisna völgyet se, kövessétek a videókat, és ezen keresztül tudjuk a kapcsolatot tartani, és remélem, hogy hamarosan tudunk újra találkozni. Rékrisnak.